Reggeli Monitor. Te mennyire tartod jelentős problémának a mostani vöröstengeri helyzetet? Lehet-e egy olyan fajta dominóhatás, vagy egy olyan nagyfokú szállítási láncokban bekövetkezett sérülés, mint amit akár a Covid idején láttunk, vagy ahhoz hasonló? Soha nem mond, hogy soha ugye a tőzsdén, de azért azt gondolom, hogy ennek azért eléggé kicsi a valószínűsége. Ugye azt kell látni, hogy ezt a problémát olyan módon meg lehet oldani, hogy ugye Afrikát meg kell kerülni akkor. Ez különben hát attól függ, hogy ki melyik hajó hova megy, 5 nappal, vagy tehát néhány nappal, tehát 5-10 nappal megnövelheti a szállításnak az idejét. Tehát igazándiból egy kitolódás következik be, mint ahogy a Suzuki esetében is láthatjuk. De hogy most őszintén, hogyha van egy nagyobb vihar valamelyik óceánon, persze azt ki lehet kerülni, de hogy azok is okozhatnak néhány napos fennakadásokat. Tehát, hogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem is a normális üzletmenet része ez a kerülő, de hogy nem egy olyan rettenetes nagy eltérés ahhoz képest. Ezért is van az valószínűleg, hogy ugye a Fed, New York-i Fed által számított úgynevezett ellátási lánc, hát ők úgy hívják, hogy nyomásindex, én inkáb azt mondanám, hogy problémaindex, az igazándiból ugye a tavalyi évben egy kicsit emelkedett, egy elég mély negatív tartományba süllyedt vissza, ami pozitívat jelent, tehát hogyha ugye ez pluszba van, akkor és a Covid alatt egy elég nagy pluszba volt meg a Covid után, akkor ugye az azt jelenti, hogy probléma van az ellátási láncokban. Ez ugye egy elég nagy negatív tartományba csökkent a tavalyi év első felében, ugye az első negyedév vége felé, második negyedév elejére, onnan volt egy emelkedés, és visszajött nullára, és most decemberben azért újra csökkent ez az érték, igaz, hogy csak egy kis mértékben, de hogy egyelőre ez azért azt mutatja, hogy azért ezeknek a húszi támadásoknak csak limitált hatása van a világkereskedelemre nézve és az ellátási láncokra nézve. Tehát ugyanúgy elindulnak a hajók mondjuk Kínából, csak más útvonalon, összességében a tengeren lévő áruk mennyiségében ez még akkor nem okozott problémát. Hát nem okozott olyan nagy problémát, inkább így mondanám, tehát egy ilyen viszonylag kisebb problémát okozott. Nyilván itt növekednek a költségek, a szállítási költségek, de különben volt arra példa a Covid alatt, hogy pont az ilyen aggodalmak miatt, ugye akkor olyan alacsony volt az üzemanyagnak az ára, hogy voltak hajók, akik kikerülték, ugye Suez csatornán ugye díjat kell fizetni, és akkor a díjfizetésnek a mértéke az jóval nagyobb volt, mint megkerülni Afrikát. Úgyhogy voltak hajók, nagy szállítóhajók, akik eleve úgy tervezték, hogy inkább megkerüljük Afrikát, mert az olcsóbban jött ki számukra, mint az, hogy a Vörös-tengeren menjenek végig. Tehát ugye itt az üzemanyagárakkal is függ, most persze nyilván nem olyan alacsonyak az üzemanyagárak, mint akkor voltak. De hogy mondjam, tehát hogy azért részben a kereskedelemnek ez a része, hogy arra mennek hajók. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek a hatása azért valószínűleg limitált, nyilván azért az Egyesült Államok meg Nagy-Britannia oda teszi magát, és próbálja megtisztítani ezt az útvonalat. Kicsit beszélgessünk az idei várható világgazdasági növekedési trendekről, itt a nagy gazdasági erőközpontokat figyelve. Most zajlik Davosban egy jelentős konferencia, ahol nagyjából abban egyetértettek a közgazdászok, hogy a tavalyihoz képest lassuló világgazdasági növekedésre számíthatunk. Mondjuk ma reggel jöttek Kínából az adatok, itt is némi lassulás figyelhető meg. Nem tudom, hogy ott beszéltünk szakértővel, azért idén a kínai gazdaság erőteljesebb lehet, mint a tavalyi. Összességében most hogy látod ebben a nagy kavalkádban, mi várhat idén a világgazdaságra, és akkor tényleg nézzük meg a legerősebb szereplőket. Nem is a legerősebb szereplőket nézném, hanem ugye nyilván a legfontosabb szereplőket kell nézni. Ugye és ezek azért ugye az Egyesült Államok mindenképpen kiemelten, és ugye Európa, illetve Kína nagyon fontosak.
Ugye például Kínában ma jött ki a tavalyi negyedik negyedéves adat, ami ugyan egy kicsit elmaradt a vártól, de így is a tavalyi GDP növekedés 5,2% lett tervezett 5%-kal szemben, de hogy amúgy például aggódnak Kínával kapcsolatban, populáció sokkal nagyobb mértékben csökkent, ugye tavaly 2 millióval csökkent a lakosság száma, ugye ez nyilván egy 1,4 milliárd lakosú országban ez jelződő, hogy nagyon százalékos, egy nagyon pici érték, de ugye, hogyha azt nézzük, hogy 1949 óta, amióta létezik a szocialista köztársaság, ilyen kevés gyermek nem született, akkor nyilván ez kongatja a vészharangot, és hát ráadásul ugye az ingatlanpiac is egy elég nagy csökkenésen, vagy hát nehéz időszakon megy keresztül, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, ugye például ott is 9 éve nem látott mértékben, vagy 9 éve nem volt látható az, hogy csökkentek volna az új lakás árak, és hát ha nem is nagy mértékben, egy majdnem 0,5%-kal, ugye ez nyilván azért szinte mérési hiba határ, de hogy csökkentek az ingatlan árak, tehát hogy nehéz időszak előtt van Kína, bár ugye azt sokan azt mondják, hogy azért itt a lezárásoknak is köszönhető volt, hogy kevesebb gyerek született, lehet, hogy így majd nyilván nehezebb eljutni a kórházba, meg ilyesmi, és akkor jobban vigyáztak, és akkor most várnak egy kis visszapattanást a születésszámban, de hogy a trend az negatív. Minden esetre egyelőre azért ilyen kínai összeomlást azért nem vizionál a piac, hanem egy visszaszoruló kínai egyeduralmat a gazdaságban azért mégiscsak lehet valamennyire vizionálni. De ami érdekesebb, az ugye az Egyesült Államok, hogy a Goldman ők tavaly egész végig a legalacsonyabb valószínűségét adták annak, hogy az amerikai gazdaság az elkövetkező egy évben, ugye és nyilván ez negyed évente tolódik előre, a recesszióba süllyed, és most is az egyik legalacsonyabb értéket adják el, mert azt mondják, hogy 20%, miközben a piac azért egy 50%-os valószínűséget ad még mindig neki. Miközben ugye sokan attól félnek, hogy például a fogyasztás visszaesik, ők fogyasztás bővüléssel számolnak. Miért várják sokan ezt? Mert elfogy az a többlet a lakosságnál, ami felhalmozódott a COVID alatt, megtakarítási többlet. Nagyjából ez különben ilyen november-decemberben fogyhatott el, kisebb lesz emiatt a fogyasztás. Erre nyilván azt mondja a Goldman Sachs, hogy ők meg azt látják, hogy elindult a reálbérek növekedése, és akkor ez ki fogja ezt pótolni, és akkor lesz növekedés. 10 pontban összeszedték azt, hogy mi az eltérés, és nagyon a piaci szereplők félelmeihez képest ilyen a hitelköltség a vállalatoknál, és lehetne folytatni a sort. Ugye ebben két dolgot kell látni, egyrészt, hogy a Goldmannak az elmúlt időszakban általában igaza volt, ugyanakkor pedig egy elég nagy bizonytalanság van annak tekintetében, hogy ténylegesen egy úgynevezett puha landolás következik-e be, vagy recesszióba süllyed a gazdaság, vagy éppen esetleg jobban fog muzsikálni. És ugye ebben a Fed döntéshozók is bizonytalanok, hiszen nap mint nap látjuk azokat a nyilatkozatokat, amelyek arról szólnak, hogy ne reménykedjen a piac olyan nagy kamatcsökkentésbe, mint amit várnak. Bocsánat, egy másik szempontot hadd hozzak be gyorsan, hogy azért választási évben vagyunk. Itt Magyarországon megszokhattuk, hogy választási években elég jól megy a GDP-nek. Nyilvánvalóan van egyfajta választási költségvetés is. Amerikában ez lehet egy tényező? Tehát, hogy nem engedheti nagyon a demokrata vezetés, hogy idén recesszióba süllyedjen a gazdaság? Ez így van, ez így van. Tehát ott is mindent megtesznek azért, és nyilván Trump esélyeit növeli, hogyha recesszió alakul ki. Tehát ebben teljesen igazad van, hogy a kormányzat mindent meg fog tenni, és különben a nem oly rég született megállapodása költségvetés kapcsán a demokraták és a republikánusok között is segíti igazándiból bizonyos mértékben a demokraták a céljain elérését. De a lényeg, hogy elég nagy a bizonytalanság ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor persze az elemzőházaknak a várakozása azért az, hogy mégiscsak a vállalati profitok, ugye itt az elmúlt
két évben láthatott gyengélkedéseket követően, ugye voltak jobb időszakok is, de azért itt voltak visszaesések, nulla körüli, vagy nagyon kis számjegyű, egy-két néhány százalékos növekedések is, most az S&P 500-ról beszélek, hogy ezek elindulnak a növekedés útján, és visszatérnek a normális tartományban. Na, de mi a normális tartomány? Ugye azt szoktuk mondani, hogy a normális időszakban nagyjából ez egy olyan 10% körüli érték. Itt az elkövetkező negyed években 7-8-9%-os növekedéseket várnak, és például a Barclays tette tegnap közzé az előrejelzését, és ő azt mondja, hogy igen, az első 3-4 évben ilyeneket fogunk látni, de a negyedik negyed évben ott akár 17, több mint 17%-kal is növekedhetnek a már majd a vállalati profitok, tehát hogy elindul egy begyorsulás. Ugye itt az általános várakozás az, hogy az év első 1-2 negyed éve után azért elindul egy növekedési pályán az amerikai gazdaság. Mármint olyan értelemben, hogy fordul a növekedési dinamika, tehát hogy a növekedés az most ugye visszaesik, ugye a harmadik negyed évben azért rekord magas volt a GDP növekedés, és tehát most néhány 10% környékén alakulhatnak a negyedéves növekedések, és hogy ez begyorsulhat ez a növekedés az év vége felé haladva, ahogy különben hozzáteszem, csak csendben halkan, hogy tavaly is ez volt az év elején a várakozás, mind az Egyesült Államokra, mind Európára. És különben Európában is azért valamennyire hasonló a várakozás, de ott azért nagyobb a valószínűsége a kamatcsökkentéseknek. Reggeli Monitor. A bankokról el szokták mondani, hogy azért lakmuszpapírként viselkednek az adott ország gazdaságáról is, sokat elárul az ő teljesítményük. Eddig mennyire láthattunk a várakozásokhoz képest jobb, vagy esetleg rosszabb számokat, profit sorokat? Így van, egyébként jól mondtad, hogy a bankok jelezni szokták jól a gazdaság helyzetét, ezért is figyel rájuk a piac, nem csak a konkrét vállalatoknak a részvényesi köre, és viszonylag a gyors jelentés időszak elején szokták közzétenni a számaikat, úgyhogy ez élezheti a többi vállalat számára várható teljesítményt. Nos, most úgy nézett ki, hogy már pénteken a négy legnagyobb bank közé tette a gyors jelentését. Hát azt lehet mondani, hogy vegyes volt. Nos, de hogyha egyet kiemelnék, akkor az a JP Morgan lenne. Ők ugye még márciusban felvásároltak a First Republic Bankot, amikor volt ez a bankválság az Egyesült Államokban. Ezért az ő számaikat jelentősen megdobta, úgyhogy ők azért tudtak növekedni, úgyhogy egy pozitívan lógnak ki a szektorból. Éves szinten rekordra nőtt az éves bevétel, illetve a nyereség is, tehát a negyedéves pontosabban, a tavalyi negyedik negyedéves. Mert ugye a bankoknak azért elég nehéz organikusan növekedni, vagy hát az lassabban megy, és az ilyen felvásárlásokat pedig a versenyhatóság annyira nem szereti, úgyhogy ez most egy ritka jó lehetőség volt a JP Morgannek, úgyhogy ennek köszönhetően rekord eredményt értek el. Ugyanakkor a bankokat sújtotta ebben a negyedévben az is, hogy a betétbiztosítási alapba be kellett tolni komoly pénzeket, több milliárd dollárt, mert hogy ugye bajba jutott bankoknak a betéteseit a betétbiztosítási alap kifizette, viszont ezt utólag a többi talpon maradt banktól begyűjti, úgyhogy emiatt romlottak a számaik. Általánosságban elmondható, hogy a vártnál van, mivel kevesebb céltartalékot képeztek a bankok a hitelekre, a rosszul teljesítő vagy nem teljesítő hitelekre, ugye ez vár többet, mint az előző negyed években. Ez jelezheti azt, hogy ugye magasak a kamatok az Egyesült Államokban, tehát ez magával vonhatja azt, hogy az emberek egyre nehezebben tudják kifizetni a havi törlesztő részletet, romlik a hitelállomány minősége, és céltartalékot kell képezni, viszont én komolyabb problémák nincsenek egyelőre, és erről számolt be a JP Morgan vezérigazgatója is, aki azt tapasztalt, vagy úgy látta, hogy ezért az amerikai fogyasztók pénzügyi és egészsége az még rendben van, úgyhogy ilyen szempontból ilyen nagyobb negatív hatástól nem kell tartani.
Viszont ugyanakkor arról is beszélt a vezérigazgató, hogy az infláció szerinte magasabb maradhat, illetve nehezebb lesz csökkenteni a jegybank célszintjéhez, és emiatt ugye a kamatok is hosszabb ideig magasok maradhatnak, és nem lesz olyan gyors kamatcsökkentés, mint amire a befektetők számítanak. Elhihetjük ezt a bankvezérnek, hogy legalábbis neki elég nagy rálátása van ezekre a fejleményekre, úgyhogy ezért is figyeli a piac ezeket a gyors jelentéseket. A Bank of America itt azért gyengélkedés volt tapasztalható, ők is ugye be kellett tolniuk nagy pénzeket, a betétbiztosítási alapban nem annyira sikerült a bevétel növekedés, és a nyereség is hát akadozott, persze azért is nyereségesen tudtak működni. Viszont ha meg egy negatív példát néznénk, akkor az a Citibank, hiszen ők 1,8 milliárd dolláros veszteséget értek el a tavalyi negyedik negyedévben, mert hogy őket a betétbiztosítási alapba befizetett pénzeken túl még más egyszeri tételek is sújtottak. Például most ők nagy átszervezésben vannak a vállalaton belül, számos munkavállalattól megváltak, illetve meg is terveznek. Hát konkrétan a munkaerő 10%-át, mintegy 20 ezer embert terveznek elküldeni, és az ehhez kapcsolódó kifizetések, végkielégítések miatt még rosszabb lett a tavalyi negyedik negyedév. És tehát ez volt mondjuk a pénteki kör. A kereskedelmi bankok jelentettek akkor is, tegnap is két nagy amerikai bank, akik vagy amelyiknél inkább az ilyen kereskedési bevételek az első számú bevételi forrás. A Morgan Stanley és a Goldman tette közé a jelentését. Ők egymástól azért elég eltérő számokat tudtak felmutatni, mert a Goldmannek egészen jól alakult a negyedéve, felülmúlta az elemzői várakozásokat a bevétel, és a nyereség pedig szintén, hiszen 5,5 dollár volt a részvényenkénti nyereség, ami több mint 50%-kal magasabb az egy évvel ezelőttinél, és az elemzők is csak 4,2 dollárra számítottak. Elsősorban a részvénykereskedési üzletáguk volt az, ami meghúzta az eredményeket. Úgy tűnik, hogy a tőzsdék tavaly évvégi rallia az okozta ezt a befektetőknél ezt az aktivitást, és megugrottak a jutalékbevételek a részvénykereskedésből. Morgan Stanley-nél ez kevésbé volt megfigyelhető, minimálisan felülmúlták a várakozásokat a bevétel tekintetében, de éves szinten csak ilyen 1,2%-os volt a bevételnövekedés. A nyereség az pedig jelentősen visszaesett, úgyhogy ők nekik nem sikerült olyan jól ez a negyedév. A hitelezést illetően az Egyesült Államokban is elmondható a magas kamatok miatt, hogy gyakorlatilag az új belépőket, új hiteligénylőket tekintve meglehetősen befagyott tavaly a piac? Igen, főleg a jelzálók hitelezés volt, ami nagyon akadozott a magasra ugró kamatok miatt. Az ilyen személyi hiteleknél, személyi kölcsön hitelkártya, azok azért ott meg volt kereslet, hiszen egyrészt az amerikaiakra egyébként is jellemző, másrészt ha meg a pénztárca kezd kiürülni, akkor főleg hajlamosak erre hagyatkozni. Nagyon érdekes, hogy az idei várakozásokat illetően mit árultak el a kereskedelmi bankok, például mennyire lenne nekik érdekük, hogy minél több kamatcsökkentés valósuljon meg idén a Fed részéről? Igen, ez egy ilyen összetett dolog, mert a kereskedelmi bankoknál a bevétel nagy része a kamatbevételekből származik, úgyhogy ha csökkennek a kamatok, akkor nyilván vélhetően ez is csökken, nem tudnak olyan szintű marzsot megállapítani, úgyhogy ha gyors kamatcsökkenés történne, akkor ugye csökken a kamatbevétel. Erre is számítanak egyébként az elemzők, úgyhogy... Amit talán némiképp azért kompenzál, hogy akkor az emberek bátrabban fognak mondjuk jelzálók hitelezésbe fogni. Így igaz ez azért a másik oldala, hogy az alacsony kamatok pedig azért több embert vonzanak be a hitelpiacra, illetve több embernek teszik lehetővé, hogy hitelt vegyenek fel.
némileg kompenzálhatja ez a bankokat, de ehhez azt kell, hogy a gazdasági aktivitás ne essen vissza túlzottan, mert az, tehát hogyha a gazdaság bezuhan, akkor nem nagyon van kedv hitelt felvenni sem. Jelentettek még a légitársaságok közül is többen, erre a szektorra is azért térjünk ki egy-két perc erejéig, mert hát nagy kérdés, hogy természetesen az amerikai fogyasztóknak mekkora elkölthető vagyona, jövedelme maradt, hogyan alakulnak a fizetések. Mit lehetett látni ebben az évben a magas inflációs környezetben? Az emberek visszafogták az utazásaikat, vagy gyakorlatilag ez az, amin nem nagyon spóroltak? Az már látható volt az elmúlt hónapokban, a különböző beszerzési menedzserindex adatok is azt mutatták, hogy a szolgáltatások sokkal jobb bőrben vannak, vagy a szolgáltatási szektor, mint a feldolgozóipar, mert hogy az emberek inkább hajlamosak az élményekre költeni, tehát a szolgáltatásokra, és emiatt hát az utazás, a légi közlekedés az pedig kiemelten ide sorolható, mert magasabb volt a tavainál, és az elmúlt jó néhány év adatánál az utazók számának a növekedése, úgyhogy ilyen szempontból nem panaszkodhatott a szektor, és pénteken a Delta Airlines tette közzé a negyedéves eredményét. Jellemzően ez az a vállalat, ami először szokott jelenteni, és mivel az egyik legnagyobb a szektoron belül, ezért irányadó a teljes légi közlekedési piacra. A negyedév egyébként, tehát a tavaly negyedik negyedév nem sikerült rosszul, a nyereség várakozásokat sikerült felülmúlni, azonban a kilátásokat némileg visszavágták. 2024-es számos kockázatot tartogathat, erre utalt a vezérigazgatójuk is, akár itt a geopolitikai kockázatokra is lehet gondolni, illetve a gazdasági kockázatok vannak még emellett. Nem lehet tudni még mindig, hogy sikerül-e a puha landolás, vagy pedig recesszióba esik az amerikai gazdaság. Úgyhogy ez emiatt némileg a nyerességvárakozásokat csökkentették, hát ez egyébként azt jelenti, hogy ez a részvényenként nyereség esetében 7, azt mondták, hogy 7 dollár lesz legalább, vagy annál több, ez volt a korábbi várakozás, és akkor ezt 6-7 dollár közé módosították, de még egyébként ezzel együtt is, hogyha fundamentálisan nézzük, akkor ez elég alacsony értékeltséget jelez. Viszont a befektetők meg nem nagyon szeretik ezt, hogyha csökkennek a várakozások, illetve hogyha ilyen kockázatokról van szó, és emiatt eléggé megütötték a szektort, hát majdnem 10%-ot esett a Delta is, illetve a többi nagy amerikai légitársaság, úgyhogy, és azóta sem nagyon tudtak emelkedni, vagy hát ugye azóta még a tegnapi kereskedési napot láthattuk, ott is az is csökkenéssel telt. Úgyhogy a jövőbeli kockázatok miatt inkább most negatívra fordult a hangulat, még akkor is, hogy egyébként az utazási hajlandóság úgy látszik, hogy nem csökkent, és egyébként pedig egy erős negyedévet zárt a Delta Airlines. Reggeli Monitor.